az én kedvesem. Az én kedvesem egy olyan lány, akit átölel hét kontinens. Csupán szép tengerekben, sáncok lejt fel, felhőközt a kedvesem. Ő az én kedvesem. A házasság szövetsége, a házasság kötelékhez. És bizonyára annak a reményében teszik, hogy életük további szakaszán majd így is jövőjön. Ahhoz azonban önök házas társad lehessenek a szükséges, hogy előttem, tanulók jelenlétében a házassági szándékot szabad akaratot kell jelentek. A szertartás hivatalos része következik, helyeznek el a négyesek. Kedves egyes pár, a házasságot megelőző eljárás során a bejkontokilapokon megállapítottam, hogy házasságkötésünket törvényes akadályozás. Most már csak az van hátra, hogy kérdésemre határozottan igennel vagy nemmel, de jól értettem a válaszokat. Jelentje ön, Tók Ildikó, hogy az itt jelenlévő Botos Gergely úrral házasságot kívánja. Igen. Jelentjen Botos Gergely, hogy az itt jelenlévő Tóth Ildikóval házasságot kívánt. Megállapítom, hogy Botos Tóth Ildikó és Botos Gergely Magyarország polgári törvénykönyv törvénye értelmében a mai naptól házastársa. Kedves házastársa, a házasságkötési kérik az elektronikus anyakönyvben bevezettem, és kérem önöket és a tanít is, hogy a házassági lapot aláírásukat szíveskedjenek hitelesíteni. Aláírás részre a feleségnek kérdezni. Say
se álljon most. Hát elvédjük a társaságot egy picit. Na! Mi van előtt? Fölrakad azt a gyorsan. Teljesen már ideg szalad üretet. Álljon, légy szíves fiam, határozottan. Honnan értes ezt a tárcát. Gyere, nyugodjál, leállszol, te is egy gyorsan nyalán. Na, elszállt a bátorság. Na, gyerünk határozottan. Kedves házastársak, a gyűrű nem csak ékszer, hanem összetartozásuk jelképe is. Egy végtelen szabályos karitart, melynek nincs kezdete és nincs vége. Azt kívánja önöknek, hogy ilyen legyen a házasság ilyen zég nélküli, és további életüket és sugár övezze, mint a két szép ékszerdarabot. Szíveskedjenek közelebb jönni, és egymás ujjára húzzuk összetartozásuk lelkéből. Fáradjon! Két éve gyertyával kell gyújtják a közérső harmadik szárgyertyát, mikor is most két gyertyalán egy-két volt össze, és elkezdődik hivatalosan is a közös élet. Ezeket a gyertyát elfújják, átadják az a gyertyát, hogy emlékeznek ezt így is kellemes percekkel, emlékeznek a nagyokban, nem csak a szósan a belső tartalma, de persze az önök egymáshoz való viszonyos megváltozott, hiszen kapcsolat már sokkal erősítésebb, mint életük egyik szakaszán volt. A házasság ötés bármikor is követten szépen, de ez minden ember életében önöktől meghatározott. Hisz most önök tanulni jelenlétében azt vállalták, hogy jóban, rosszban, akár örömben vagy bánatban, de mindig egymás mellett állunk. Az ember társaság nem tud és nem is akar egyedül élni, csak ha van mellett egy olyan társ, kinek a kezét fogva szebb még szebb lesz. A jó még jobb lesz. És a gond jobb, mert bizonyára voltak is és lesznek is, de elviselhetővé válnak, és kinek kitárhatják szívük legtéltet. Önök egymásban találták meg azt a társat, kiről úgy gondolják, hogy életüket meg tudják és meg szeretnék használni. Soha ne felejték el, hogy sok millió embertársak közül majdnapon társat választottak maguknak, és a legszebb ajándék mutatták egymásnak, önmagukat. Kérem önöket az élet rohanásában mindig legyen idejét és a boldogságot nem elégnek találni,
kívánom önöknek, hogy valósuljanak meg e házasságból vár legszebb álmai. A reményei, a szeretet, az éltető varázs soha, soha nem. A költők, a gondolatok, akik kívánoznak, a boldogságot nem lehet ajánlni. Egyetlen titka van, hogy csak adni, adni és adni. Jó szó, bátorítás és hitet, és őszintet hoztak nagyon sok szeretnék. Kedves házastársak, a házasságot és mit elvetni a szövetség. Két ember nem alkotmányos a szövetségének harmadik. Egy kapcsolatban, egy házasságban mindig lesz. És ilyenkor belépnek a társadalom azon a tagjai közé, hogy egy picit felnőtt emberből felnőtt embertelen. És akkor emberek, hogy ezt a nevelést tegyék ugyanúgy szeretettel, lemondással, felelősséggel, csak ezt szigorúan örökre tették a saját szüleit és saját tagjait. És mindazt a szépet és jó. És oda ment a szíveknél, hogy bennük őriznek valamit is tőlük. Mi már közösen együtt tovább. De most legyenek az elkövetkezendő percek a hála percei, az elmúlt évekért és az elkövetkezendő évekért is. Sokszor nem az van, hogy már hosszú hónapok előtt megtervezünk és megtervezünk. Az élet olyan, hogy közbeszól, és néha olyan módon, hogy az embernek a szívesz kiszakad és beszakad. Én azt szoktam mondani, Jézus, ami vannak könnyen, akár ötletben, akár bánatában is könnyen, az azt jelenti, hogy ember van. És legyen részték önmagukra, és a családokra is. Találj egy olyan ember, aki igazítás az előttem. Van itt a család, aki bármikor kell egy-egy szóval végcsillételéssel önmellett fog állni. És ne sérüljön majd az utáni. És azt kívánom értem, hogy boldogságban és szeretetben tudom. Annyi kell azt jövőben megtartanak, ebből táplálkoznak, és van valamit megtalálkozni. És nyilván én azt mondom, hogy sajnos minden nap elmúlik valami, de minden nap születik valami, amiért érdemes kérdés. Kedves házastársak,
engedjék meg, hogy mind a Pest Erzsébet polgármester hivatalnak valamennyire megkérnek a barátosok szép és tartalmas éneket, és mindezt erőben és egészségben hozzák. Eszkről át, hogy most elfújják, és megítélik olyan dolgokat gondolnak, ami szeretnék, hogy mindhárom együtt egymásért az elkövetkezett legérve megyünk el egy picit, igenis lesz házasság forduló, és valóban olyan hosszú módon szép életnek tudnak lenni, hogy a különösségek érdekel a vásárlásra. Jó, szállunk a bőrzésre. Az Úr odakint a folyosón, Mária, hogy Balázs érte, minden begyakorlóan. Ez a házasság. Kedves vendégek, itt oldalfonon gratulálni van egy pici szökőkú paddal, napfénye, árnyékkal, gyönyörű Kívánok a csapat!